Az idei szezonban szeptember 20-án fogadta utoljára a vendégeket a meghosszabbított nyitvatartással üzemeltetett tófürdő Sóstón. Az Aquarius élményfürdő továbbra is üzemel, ősztől pedig főleg a gyógyfürdőzőket várják majd a megyeszékhelyen. Szerencsés nyár van mögöttünk, az időjárás szempontjából ez a vendégszámban látszott a tófürdőn is. Több mint 40 ezer vendéget fogadtunk az idei szezonban, ami azt gondolom, hogy egy igazán jó szám. Ugye az idei év elején volt az, hogy 4 év után tudtunk árat emelni. 2019-ben, amikor átadtuk a megújult tófürdőt a nyíregyháziaknak és a lakóknak, akkor nem emeltünk árat. Ez is egy gesztus volt az önkormányzat részéről, hogy a megújult tófürdőt az előző évi árakon lehetett igénybe venni. Azután bejött ugye a Covid helyzet és az ezzel kapcsolatos rendelet, hogy nem emelhettünk árat, úgyhogy 2020-ban és 2021-ben nem emeltünk árat. Így most 4 év után volt áremelés. Ez nyilvánvalóan tudtuk, hogy érzékenyen fogja érinteni a vendégeket, de elfogadták ezt a dolgot, hogy azért nyilván ennek is követnie kell a változásokat, és mondom még egyszer, 40 ezer vendég látogatott el hozzánk. Szeptember 20-ával tehát már bezárt a tófürdő is, amely a felújítási pályázatban vállaltak szerint egy meghosszabbított időszakban 4 hónapon keresztül várta a látogatókat. A megbízott főigazgató hozzátette, a folyamatos karbantartási munkálatok mellett a jövő évre a cél az, hogy változatlanul a legmagasabb szolgáltatási színvonalon tudjanak a vendégek rendelkezésére állni.